chat. Hegedű óra nem szokványos iskolai keretek között a nagykállói ték a népművészeti táborban. Ezekben a sátrakban népművészek vagy épp egész családok laknak, akik egy hétre ide is költöznek, míg mások csak a programokra látogatnak ki. A Tiszaeszláról kitelepült Kovács műhelynél már korán reggel sorban állnak a gyerekek. Édesapám által második generációs műhely vagyunk. Ő is itt van jelenleg, kijött ma a tábor, kilátogatott. Nagyon népszerű a gyerekek körében a mesterség. Gyakorlatilag most csak azért nem látszik, hogy mennyire népszerű, mert szünnapot írtam ki, és egyébként pedig reggel 6 óra óta képesek itt ülni azért, hogy sorra kerüljenek estig. Ez pedig már az 1986-ban a Makovec tanítvány Ekler Dezső által tervezett tánccsűr, ami Nagykálló Harangod egyik különlegessége. Itt reggel 9 órától élő zenei kíséret és táncművészek foglalkozásai várják a legkisebbeket, este pedig moldvai táncmulatság zárja a napot. Kerezsi Antal szakmai vezető szerint a Téka tábor immár 39. éve egy családias jellegű tábor szakmai programokkal, nem is tervezik nagy fesztivállá alakítani. Ettől függetlenül örülnek neki, hogy az ország különböző pontjairól és külföldről is vannak vendégeik. A célunk az, hogy az úgymond laikusokat is meg tudjuk fogni egy kicsit, és ha más nem, legalább az esti programokon vegyenek részt, vagy amikor kijönnek és a táj szépségét figyelik, akkor azért álljanak meg egy fél órára, órára, csatlakozzanak be egy-két programba. Hál' Istennek én azt látom így évek alatt, hogy egyre jobban tudjuk növelni a tábor létszámát. Tehát amikor annó átvettük a tábort, akkor egy ilyen durván 300 táborozó körül volt állandóan. Ez már egy kicsit olyan leült létszám volt, lecsökkent létszám volt, de ezt sikerült feltornáznunk úgy, hogy nagyjából az 1000-es táborozó létszámot minden évben el tudjuk érni. Kézműves foglalkozások közül is bőven válogathatnak a gyerekek. Itt például a szövés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a táborlakók. A fafaragó foglalkozást a Kovács műhelyhez hasonlóan szintén egy apa-fiú mesterpáros, a nagykállói Tordai János és Tordai Zoltán, valamint Hajdú László vezeti. Régen ugye az volt a szólás, hogy a bölcsőtúr a koporsóig, ez elkísér. Most ezen belül szeretném elmondani, hogy gyerekeket mind régen érdekelte, miből csinálták a játékot, fából. Na most ugyanúgy visszaköszön itt nálunk a fafaragó szekciónál az, hogy minden gyerek itt áll meg. Akkor jöttek volna, amikor foglalkozás van, ez a legnagyobb tér, azért épült ide, itt millió gyerek szórakozik és saját kedvét leli abban, amit csinálunk. A fafaragók keze alatt idén egy olyan nagyszabású életfa készül, amely a táborban résztvevő mesterségek címereit is magán viseli. Az összesen 8 napig tartó 39. Téka népművészeti tábor vasárnapig várja az érdeklődőket.